Sziasztok! Itt ülünk egy sarki kocsma, gyanúsan jól megvilágított raktárhelyiségében Hajnóci Somával, aki a Fröccs című társasjáték szerzője, és nem meglepő módon éppen a játék apropóján fogunk beszélgetni, de induljunk tőled, mert sziasztok. Hogy a világ téged kétszeres bűvészvilágbajnokként ismer, egyébként most már társasjáték szerző is vagy, és ha jól tudom, akkor eredetileg megközgazdász. Hogy fér meg ennyi karakter egy emberben? Melyik a kedvenced? Melyik a kedvenced? Hát biztos, hogy nem a közgazdász. Tehát el tudom mondani. Én a Műszaki Egyetemen végeztem kontrollerként egyébként, a pénzügyesként 2009-ben, de a bűvészet már elkísérte az életem egy gyerekkorom óta, és pont a diplomázásom évében volt a világbajnokság, amit egyébként megnyertem aztán kategóriában is, meg a abszolút világbajnoki címet is, és akkor utána nyilvánvaló lett, hogy nem kell, hogy beüljek egy céghez kontrollerként dolgozni, hanem tudok azzal foglalkozni, amit szeretek, az a bűvészet. Szóval a három dolog közül azt mondanám, hogy a bűvészet a legmeghatározó, nyilván így ismer engem mindenki. Viszont a társasjátékozás az háttérben, a kis privát életemben, jelen volt az életemben gyerekkoromtól gyakorlatilag folyamatosan. Mi rengeteget társasztunk, rengeteget játszottunk, rengeteget játszattunk. Az egyetemi társaságunknak például 10 éven keresztül minden évben csináltunk egy ilyen fantasztikus vetélkedő sorozatot, oda is mindig játékokat próbáltunk megalkotni, tehát hogy abszolút bennünk volt ez, hogy így, hogy játékokat ne csak üzzük, hanem próbáljuk egy kicsit ilyen kreatívan így kitalálni. És nagyjából egy ilyen, szerintem 7-8 évvel ezelőtt kapott el úgy igazán maga a társasjáték fejlesztés, mint olyan, amiről úgy beleszerettem. Jó pár könyvet elolvastam a témában, és az egésznek úgy valahogy a két része fogott meg, a matekja, tehát hogy az egész mögött van egy matematikai szisztéma. Akkor mégiscsak előjön valami ugye abból a vonalból, ahol számokkal számolgatni kellett. Igen, ez így van. Hát én valójában én elég sokat könyveltem egyetemen, én azt is nagyon élveztem. Tehát hogy a könyvelésben is volt nekem egy olyan, hogy tök jó, beírod ide, tartozik itt, követel, itt kijön, és akkor olyan volt, mint egy nagy ilyen viszonylag száraz társasjáték a könyvelés is. De hogy megvolt az a fajta ilyen matematikai izgalma, mint ami sok gamer játéknak egyébként szerintem például megvan. És emiatt ugye a matek is nagyon megfogott a játékokban, de másrészt ott volt az, ami egyébként én vagyok, hogy szórakoztatom az embereket, hogy próbálok mosolycsalni az emberek arcára, boldogságot okozni nekik, ugye a bűvészet, ami a színpad általában, de ez ugyanígy megjelenik ugye egy társasjáték fejlesztésének a folyamatában is. És valahogy ez a kettő dolog szerintem nagyon elindított ezen az úton, és nyilván ez nekem nem egy full-time tevékenység, tehát bizonyos értelemben hobbi, mert csak ami akkor foglalkozok vele, amikor időm van, a Fröccsön is 4 évet dolgoztunk, de hát nem úgy, hogy éjjel-nappal, hanem hogy amikor volt rá időm, akkor dolgoztunk, de volt, hogy fél évre bekerült közben a fiókba, és aztán utána megint elővettük. Egyébként emellett voltak másik játékok is, amikkel próbálkoztál, tehát hogy volt néhány társas játék ötlet, és aztán a Fröccs lett az, amit aztán azon tovább dolgoztál, vagy? Volt, ez nem az első, ez már jó páradik játék, és egyébként magának a Fröccs témának is ez már a harmadik mechanikája, amit igazából az első az viszonylag gyorsan összetört, a másodikat szerintem több mint egy évig gyűrtük, nagyon sokat teszteltük, és eljutott oda, ahonnan nem tudtam már mit csinálni vele, nem tudtam jobbá tenni, de játszható volt, élvezhető volt, de éreztem, hogy nem ez az, amit is szerettem volna, és akkor lent voltunk Szentbékáron egyébként ismerősökkel, és egyik éjszaka így valahogy beugrott, hogy a különböző fajta borokkal kéne játszani, és úgy az arányokkal, és akkor megint nyomtam egy ilyen mechanikai restartot, és akkor született meg az alapja ennek, amit most itt látunk. Hát persze azután nagyon sok tesztelésen esett még át az, hogy ez így nézzen ki. Szóval akkor a téma volt meg először, és nem pedig az, hogy volt egy mechanika, mint cserélgetted a különböző. Nem. Én úgy vagyok ezzel, általában az én életemben, és a társasozásnál is így van, vagy nyilván nem fejlesztettem olyan nagyon sok játékot, de amikkel így elkezdtem foglalkozni, hogy az, hogy vannak bizonyos keretek, az segít a kreatívkodásban. Tehát, hogy ugye improzni is úgy nagyon nehéz, hogy azt mondják, hogy improzzál, de ha azt mondják, hogy itt van ez a 4 pillér, és ennek alapján próbálj valami impro jelentet előadni, akkor az már ad egy támasz neked. És itt is az volt, hogy itt igazából én tudtam, hogy különböző borfajtákból és a különböző Fröccs arányokkal szeretnék játszani. De igazából legjobban az fogott meg, hogy ennek is a matematikai háttere, hogy a kis fröccs az 1-2, a nagy fröccs az 2-1, a hosszú lépés 1-2, a sportfröccs, a házi úr, a viccázmester, a házmester, hogy lehetne ezeket a különböző arányokat valahogy így becsomagolni egy játékba, hogy az izgalmas legyen. Honnan jött egyébként a téma? Mert hogy ha jól tudom, nem is nagyon iszol alkoholt. Már nem. Ez most úgy hangzik, mint hogyha elvonó lettem volna. Nem ilyen komoly abszinencia kérdések, nem akarunk belemenni, vagy nem. Nem, valójában, én még ilyen alap sommelier képzést is végeztem, szerintem egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt,
Egyetem alatt én megittam, amit megkövetelt a haza. Egész egyszerűen csak kikopott valahogy így a italozás az életemből. Valójában iszonyú rossz másnapos voltam mindig, tehát mint akit összevertek. És egy ponton túl úgy éreztem, hogyha minden nap, ami másnap, az egy ilyen elvesztegetett nap az életemből, és akkor egy hét ilyen tisztításból lett egy hónap, aztán abból két hónap, aztán abból egy év, két év, három év, tehát hogy így szépen lassan így kikopott a dolog, de ettől még, szóval nekem ez nem egy, én nem úgy nem iszom, hogy így most nagyon próbálok nem inni, egész egyszerűen csak így alakult, és én így jobban érzem magamat, de semmi bajom nincs azzal, hogyha valaki fröccsözik, vagy ha valaki iszogat. De hogy valójában ez még akkor kezdődött, mikor még én is fröccsizgettem egyrészt, másrészt meg mondom, igazából nem is az a téma fogott meg ebben, hogy na, csináljunk egy ivós játékot, vagy ilyesmi, mert hogy ez egyébként nem egy ivós játék, hanem mondom, itt a fröccsök arányai, igen, tehát az egésznek a témája meg, hogy ez egy ilyen tök jó magyar dolog, ugye a szóda is egy magyar találmány, és hogy ez így nagyon elkapott, hogy ebből lehetne valamit építeni, amit szerintem itthon tudnának értékelni az emberek. Az alig, hanem így van. Egyébként a karakterek is ilyen egészen rejtői figurák, persze nem konkrét rejtő szereplőkről van szó, de hogy beszélgettünk páran, akik próbáltuk a játékot, és sokunknak azokat a karaktereket, azt a hangulatot idézi. Ez tök jó, hogy én egyébként óriási rejtő fan vagyok, én nagyon szerettem rejtőnek, szeretem mai napig a rejtőkönyveit, és van a mélyívó Fred nevű karakter például a játékban, őt konkrétan azért akartam, hogy Fred legyen, mert hogy ez egy ilyen omás legyen piszkos Frednek. Aha. Nyilván nem úgy néz ki, de ő is egy kapitány. Hát mert ő fürdik, tehát hogy piszkos Frednek meg ugye az arcán a vaskos kosz valami évek misztériumá alatt rejtett az utolsó fürdést. Igen. De valahogy a hangulata átjön, akkor valahogy nagyon sok pontját a személyiségednek mégiscsak sikerült lepárolni. Bár talán ez egy kicsit képzavar, hiszen a bort az nem egészen így készül, de hogy valahogy belekerült a játékba nagyon sok minden, ami te vagy. Bele. Hát abszolút szerintem magába a játékba, és egy csomó egyébként ilyen apró ilyen kikacsintás van a játékban, amiről egyébként készítettem is már videót, ami fent lesz, majd csinálunk egy külön csatornát a Fröccsnek, ilyen kiegészítő videókkal. De karakterként is belekerültem, tehát csináltunk egy ilyen Soma karaktert, nyilván nem Somaként, de hogy ott például Rodolfo egy korabeli ruhájával mixeltünk össze, engem kaptam egy ilyen kis kockiás bajuszt, így a, tehát hogy sok ilyen apró kikacsintás van, olyanok, amikről úgy, tehát amiket ki lehet találni, meg van egyébként egy csomó olyan dolog, amit nem lehet kitalálni, például van egy Pohárnok nevű karakter, az azért lett Pohárnok, mert gyerekkoromban, olyan 13-tól 16 éves koromig minden nyáron jártam nyári táborban, és ott voltak különböző feladatok, különböző ilyen állásokat lehetett elvállalni, amire kaptál aranyat, és az arany volt utána csokit venni a nap végén, tehát volt egy ilyen, és volt egy olyan munkakör, hogy aki segített teríteni, és ő volt a Pohárnok. És ez egy olyan fogalom volt, amit így mindenképpen bele akartam lopni a játékba, hogy Pohárnok, mert nekem ez azt jelent. Tehát, hogy sok módon, ahogy te mondtad, próbálom magamat így leképezni a játékban, meg sok ilyen kis apró dolgot belecsempészni. Tényleg igazi szerelem projekt volt, szóval nagyon élveztük az egészet. Érezni is rajta egyébként, hogy van benne szív, de biztosan volt egy csomó nehéz pillanata is ennek a fejlesztésnek. Volt valami, amikor így térdre estél, és úgy érezted, hogy megroppant az egész, mondjuk ez alatt a 4 év alatt, amikor már nagyjából megvolt az őse ennek a játéknak, de el kellett jutni odáig, hogy most egy dobozban tényleg kikerüljön a boltok polcaira. Hát az előző mechanika fejlesztésének, amikor már a vége fele jártam, amikor úgy éreztem, hogy már tényleg annyi mindent megtettünk, hogy működjön az a játékmenet, és még mindig úgy éreztem, hogy tudod, amikor így érzed, hogy így jó, de ez nem az igazi. Tehát, hogy ez nem az ami. És akkor úgy picit úgy voltam, hogy ennyi ideje dolgozunk rajta, és csak nem jön össze. És amikor úgy beugrott az, hogy kéne ezt megközelíteni, volt egy új ilyen perspektíva. Tudod, van az az érzés, amikor úgy tudod. Tehát amikor nem az van, hogy így reméled, hogy jó lesz, hanem tudod, hogy ez jó lesz, még nem látod, hogy hogyan, de biztos vagy benne, hogy ez lesz az utad. És akkor úgy megnyugodtam. Szóval az egy ilyen nehéz pont volt, meg úgy általában szerintem, aki foglalkozott azzal, hogy társasjátékokat fejleszten, dolgozzon rajta, vagy kitaláljon az alapoktól, az tudja, hogy ez úgy működik, hogy ugye kitalálsz valamit, rájössz, hogy ez tuti iszonyú jó lesz, leültök, és az egész összetörik. És akkor úgy vagy, hogy ez nem lesz így jó, hazamész, akkor úgy elkezdesz megint dolgozni a magadban, a fejedben, kitalálni, megint rájössz, hogy na,
ez így most szükséges változtásra, ez a tuti, kipróbáljátok, megint összetörik. És ez egy ilyen folyamatos körforgás, egy folyamatos ilyen tisztulási folyamata gyakorlatilag a mechanikának, amin muszáj, hogy átessen egy játék, mert akkor tudja elnyerni az igazi méltó végleges formáját. Hogy bírod a játékteszteket egyébként? Mert ugye, amikor egy társas játékon dolgozik valaki, akkor ugye rengeteg tesztet kell csinálni, és ugye mindenféle prototípus elkészül, teszteled, nem működik, átalakítod, aztán van már egy, amire azt érzed, hogy na, ez frankó, és ez működni fog. És ennek ellenére az is itt meg ott megbicsaklik teszteken. Azt hogy bírod meg egyébként? Hogy bírod a kritikát? Úgy általában. Szerintem én jól viselem a kritikát, és hát nyilván én úgy, mint bűvész, akit ugye nagyon sokan követnek is, én azért, tehát hogy a különböző social csatornáimon összesen több mint 500 000 embert egyébként elérek, meg valaki nem jut el úgy a világbajnokságig, hogy nem kap kritikát, tehát hogy nagyon sok tapasztalatom van YouTube kommentektől kezdve mindenféle fajta kritikákig. Azon megedződik az ember? Meg, azon meg lehet edződni. És én azt gondolom, hogy én tényleg kaptam hideget, meleget, és annak ellenére, hogy én szerintem jól kezelem a kritikát, meg jól kezelem azt is, amikor csak valaki trollkodik, még a mai napig be tud találni egy ilyen alaptalan komment például egy videó alatt, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem itt nem az a fontos, hogy tehát hogy az, hogy elutasítom a kritikát, az nem megoldás. Szerintem nagyon fontos mérlegelni, hogy kapsz egy kritikát, jó, ennek van-e alapja, nincs alapja, megvizsgáljam, nem, vagy csak mondjuk egy trollkodás, vagy fröcsögés, betenni a kis fogba, és akkor utána el lehet vele kezdeni dolgozni, hogyha el akarsz vele kezdeni dolgozni. Nagyon konstruktívan kezeled akkor a dolgot, ami nyilván segített meg, hát csak eljutott el ideig, hogy tényleg egy szívvel lélekkel elkészült játék, és ráadásul ugye egy fejlesztői csapat is dolgozott már rajta ugye az utolsó szakaszban, amikor már a Game Club csapatával közösen dolgoztak. Igen, egyébként ez is egy nehéz dolog volt nekem, én ugye, tehát ez az első játékom, amit kiadunk, amit kiadnak, és ugye úgy elvinni egy játékot egy kiadóhoz, hogy tudom, hogy lehet, hogy ebbe bele fognak még nyúlni, ugye egy szerelem gyerekbe, amit én eddig dédelgettem, eddig úgy alakítottam, ahogy akartam, hogy az egy feszültséggel teli időszak volt nekem. Nyilván voltak egyetemértések a Game Clubbal, de összességében azt gondolom, hogy az esetek 95%-ában konstruktívan tudtunk együttműködni, meghallgatni egymás véleményét, és csak jobbá tudtuk tenni a játékot, ami szerintem hál' Istennek, mert akkor is jó volt, de tényleg jobb lett így, hogy közösen is tudtunk rajta dolgozni. Mitől igazán jó a fröccs egyébként? Szóval, hogy mármint a játék. hogy kinek ajánlanád inkább, vagy milyen játékstílus, mi a különlegessége, tehát amitől más lesz ez, mint más hasonló játékok? Van néhány ilyen alapszabály, amire így figyelek. Egyrészt, hogy ne eshessen ki senki. Engem az borzasztóan bosszant, hogyha valaki kiesik, és ott kell, hogy ugyan fél órát. A másik dolog, ami nekem nagyon fontos, hogy nyilván ezt mondják is, hogy legyen döntési opciót, hogy de viszont ne legyen túl bonyolult. Tehát én szeretem a könnyedebb játékokat. Játszok bonyolultabb játékokkal is, de amit így összerakok, meg ami engem úgy igazán így mozgat, az egy picit könnyebb volna. A harmadik dolog pedig, ami nekem nagyon fontos, az interakció. És lehet, hogy ez is a bűvészetből ered, ugye az is egy hihetetlen interaktív művészeti ág, de számomra az egy játékban is, hogy egy folyamatos kommunikáció legyen a játékosok között, az tök fontos. És hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy miben más szerintem ez a játék, hogy miben igazán erős vagy jó, miben csillog, hogy úgy mondjam, az, hogy van egy olyan interakciós mechanika ugye az alkudozások kapcsán, aki már játszott a játékot, azt tudja, te például tudod, ami egy ilyen nagyon érdekes ízt ad, hogy úgy mondjam, a játéknak. Ugye itt az történik, hogy meg lehet egymást szivatni, tehát el lehet venni a másik fröccséből bort vagy szódát, el lehet dobatni vele pénzt, meg szóval össze lehet törni poharát, de ugye itt a szivatókártyák ebben a játékban alapvetően nem a másik szivatásáról szólnak, hanem ilyen spekulációs stratégiai lapok, annak alapján, hogy mennyire jól tudsz alkudni, és mennyire jól tudsz ebből majd előnyt kovácsolni a saját magad részére a játékban. És ezek az alkudozási folyamatok szerintem, amik igazán élvezetessé, igazán olyan ízessé teszik ezt a játékot. Dolgozom más játékon is egyébként mostanában, tehát várhatunk valamit a fröccs után, ami már készül a műhelyedben, vagy most egy kis pihi. Hát egy kis bűvészkedés, és akkor utána a visszatársas játékok között. Van ötletem, mindig van. Mondom, igazából nálam azon áll, hogy bukik az, hogy mennyi idő van ezzel foglalkozni, hogy mennyi más dolgom van. Tehát nekem igazából azért
színházi előadásaim, az önálló estjeim, ugye nagyon sok vidéki műsort tartunk, hát most nem a Covid miatt semmit, de egyébként igen. Ugye a YouTube csatornámat ápolni, a social csatornáimat ápolni, nekem különböző app-em jelentek meg, szemináriumokat tartok külföldön, szóval csomást csinálok, amit csak a bűvészetről szól, és amikor van egy picit nyugodtabb időszak, akkor tudok ugye a társasjátékozással vagy más olyan művészeti ágokkal foglalkozni, ami egyébként engem érdekel, ilyen például a másik dolog a zene, én nagyon sok mindenen zenéltem is, most énekiskolába járok, mert nagyon mozgatott az is. Tehát csomó minden van, ami így érdekel, de ezek ilyen, hát azt mondanám, hogy lopott idő, mert hogy a fő csapásvonal az a bűvészet, és ugye azt kell ápolni, de egy csomó más félkész játék egyébként van otthon, egy csomó minden már átesett különböző protozásokon is, meg már nyomtattunk hozzá ezt, azt, amazt. Biztos, hogy lesz folytatása, főleg így, hogy igazából én azt gondolom, hogy összességében ez egy nagyon jó élmény volt nekem a Game Clubban is átmenni ezen a fejlesztési folyamaton, meg hogy ki tudjuk adni ezt a játékot. Szóval én remélem, hogy jó lesz a fogadtatása, és abban is reménykedem, hogy még a jövőben tudunk majd együttműködni, és hogy lesz még ennek ilyen szempontból folytatása. Kívánom, hogy így legyen, és játszva a játékot, azt hiszem, hogy így is lesz. A profita szóljon belőled. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok!